Üdvözlöm Önöket a Nyitány jelenet író pályázat következő előadásán. Egy magyar kórház valamikori Covid osztályán játszódik Varga Bíró Tamás Csendesen múló idő című jelenete. Remélem Önök jól vannak, mert Gizi néni már fél éve tartózkodik egy kórház Covid osztályának egy személyes kórtermében. Igaz, luxus körülmények között, friss vágott virág a vázában, hatalmas LCD TV, Biedermeier komódon egy EKG monitor áll, rajta folyamatosan fut a görbe. Már nincs veszély, de ezt az idős nénivel nem közlik. Meglepődtek? Ó, ez még csak a kezdet. Mindjárt megtudhatjuk, milyen titkokat rejt még e kórházi szoba. Gizi néni szerepében Dániel Valit láthatják, unokája képében Gémes Antos jelenik meg felvételről. További szerepekben Kocsis Gábor, Kovács Panka és Kisari Zalán. És aki színpadra állította, Szatmári György. Tartsanak velünk, kövessék ingyenes stream előadásainkat, és adják le szavazataikat az önöknek legjobban tetsző jelenetre. Ne felejtsék, a jelenetek akár többször is visszanézhetők a színház Facebook oldalán. Nevessünk együtt a következő előadásunkon március 5-én pénteken, 19 órakor, ugyanitt. Szia! Ma melyik? Sárga pendrive. Amúgy, Mizu? Semmi különös. Veled? Szar minden. Na, baj van? A héten újraindult a gyereknél a rendes tanítás. De az jó, nem? Azt mondtad, hogy már az idegeitekre megy. Ja. Csak most egy csomó dolgot be kell pótolni, amit eddig bekamusztunk online-ban. Például ezt a rakás fos, hogy az Isten rohassza rá az eget, hát komolyan mondom, hogy mindjárt föltöz baszom. Mi az? Levélpréselés. Tanárt baromira nem érdekli, hogy május van. Kitalálta, hogy az őszi házi feladatos albumot is be kell mutatni. Préselni. Online-ban meg ahhoz is hülye volt, hogy egy 10 fős videokonferenciát összehozzon. Majd mindjárt segítek. Gizi néni? El van. Csókolom, Gizi néni. Hogy vagyunk? Hogy tetszik lenni? Sisak. Ja, persze. Bocsánat. Én csak téged féltelek, Lilácska, nehogy elkapd. Persze, persze. Na, itt is van a videó, amit az Ádám most küldött. Szia, Nagyi. Na, jó sok mindent kell ma is elmesélnem. Képzeld, a cégnél már egyre többen jegyeznek elő a vakcinára, úgyhogy már csak fél év, és elkezdődhetnek az oltások. A böske megszült. Hadd gyönyörű kis cicát hozott a világra. Sajnos nem tudom megmutatni majd, hogyha egyszer otthonról csinálok neked videót, akkor megnézheted. A szomszéd már el is kért egy kislányt, úgyhogy... Ne hozzája.
Mi történt még tegnap óta? A gyakornok srác egyre ügyesebb. Már egy saját projektet is végigvitt teljesen egyedül. Mondjuk szarul. De, bocs, rosszul. Meg vagyok kicsit fázva. Futok minden este. Nem látszik, de futok. Úgyhogy valószínűleg azért. Nagyon hiányzol. Meg az almás műtét is. Remélem veled minden rendben is, és gyógyulsz. Nagyon várom, hogy lássalak. Ölellek, Huszi Nagyi. Hiányzik neki a pitém? Biztos azért, mert nagyon finom. Az. Mert én a tésztájába teszek egy kis fahéjat, meg egy kis sáfrányt. Az jó. Ma, mintha Sápadka lett volna az én unokám. Nem. Szerintem nagyon jól nézett ki. Biztos csak a fények. Lehet. Na és, Lillácska, ma mik a hírek? Enyhült már valamicskét? Sajnos nem. Még mindig nagyon sokan halnak. Tetszik tudni, azért nem lehet látogatni, csak üzenni. És élőben se? Azon a okos vagy milyen telefonon? Nem, mert az ilyen kormányrendelet a... Jaj, tudom, a biztonság. Igen. Hát, ha ez van, akkor ez van. Majd csak vége lesz ennek is. Az ostromnak is vége lett, pedig az nem ilyen semmiség volt, mint ez a vírus. Persze, biztos nem sokára vége. Tessék csak nyugodtan ücsörögni. Betegyek egy főzős CD-t, ameddig nem jön a vacsora? Most jó lesz. Jó. Televízió műsor se lehet még mindig? Nem, mert a... Tudom, az álhírek. Igen. Na, én megyek is. Levettem a hangot, ahogy szeretni tetszik. De azért itt a távirányító, ha mégis. Tessék csak nyugodtan csöngetni, hogyha kell valami. Gyere, kislányom, ülj le! Beszélgessünk egy kicsit. Jó, egy kicsit. Lesz maga just is az enyém, csak az enyém. Ma nincs valami jó kedved. Nem annyira. A doki? Az. Ide figyelj, kislányom. Ezek jönnek, mennek, és azt hiszik, hogy övék a világ. De majd akit a jóisten neked szán, annak te leszel az egész világ. Érted? Értem én, Gizi néni, csak hát szar. Már bocsánat. Ezen nincs mit bocsánatot kérni, mert ha szar, az akkor is szar, ha sejempapírba csomagolják. És ha orvosi diplomát adnak neki, akkor is. Na, menj már, mert látom, nagyon mehetnéked van. Na, Isten áldjon. Eredj már. Még jövök.
Bassza meg! Bassza meg! A kurva élet az! Mi van? Mi az, hogy mi van? Hogy kezdi észrevenni? Mi? Hogy az Ádámmal valami nem frankó. Ezt a Mait mikor vette fel? Hát szerintem már végstádiumban volt. Hány videó van még? 15, de egyre durvább. Nem tudom, mi lesz, ha elfogy. Majd kitalálunk valamit. Hogy új szabályok, meg operatív törzs. Szerinted ez így jól van? Két naponta megkérdezed. Én meg két naponta mondom, hogy lófasz van jól, de ez van. Na, segítesz lenyomni ezeket! Persze, pillanat. Tudod jobban. Aha. Várjál! Nem. Jaj. Úgy. Ja. Hopp. Fájt! A levelek! Veled minden rendben? Sík idegek vagyunk. Próbálunk lefogyni ebből a covidos mangalica zsírból. Én közben is jogáztam. Én meg két zabálás között is ettem. Jóga. Jézusom, én azt se tudom, mikor csináltam meg utoljára 10 felülést. Egyszerre? Jó. Na? Jó így? Szerintem prímán nyomjuk. Csak tudnám, hogy mikor lesz jó. Szerintem az orgazmusnál. Ez maguk dolga. Igen, a miénk, úgyhogy tessék szépen oda tenni, aztán háló. Oké. Okay. Akkor azt mondja, fácálleves fürtojással, tokajjaszus libapástétom, szarvasgombás szarvasragú és sajttorta málna öntettel. Nem rossz. Köszönjük. Szívesen. Nem nekünk lesz, szóval lehet tiplizni, nincsen jatt. Amúgy még nem ismerjük egymást. Amúgy még nem. Mert hogy új vagyok az étteremnél. Akkor biztos azért, ne csá. Nem már. Tényleg, nem mondanák el, hogy mi folyik itt. Gyógyítás. Tudod, ez egy kórház. Ahová egy Michelin csillagos étteremből rendelnek vacsorát. Ez azért eléggé szokatlan, nem? Aha. Engem meg tegnap csalt meg a pasim egy igénytelen dagat ribanccal. Na, az a szokatlan. Az azért annyira nem. Na jó, ne gondoljátok, hogy én ilyen orros beleütős vagyok, vagy mi, de most komolyan, tényleg, mi folyik itt? Na, ez hosszú. Én ráérek. A levelek! Kávét? Igen, köszönöm. Fél évvel ezelőtt kezdődött. Pont a második hullám vége felé. Behívott minket a kórház igazgató, hogy lenne nekünk egy meló. Egész addig a Covid osztályon dolgoztunk, és őszintén már nagyon ki voltunk idegileg. Szóval van ez a beteg, Gizi néni, 96 éves, covidos. Csak az unokája élt már. Az unokának meg csak a nagymamája. Ádám már akkor rákos beteg volt, amikor Gizi nénit behozták. De nem mondta meg neki. Nem akarta, hogy esett. Értem. Szóval berendeztette ezt a kórtermet Gizi néninek, közben meg elkezdte gyártani otthon a videókat. Minden napra egyet. Akkor már haldoklott, hogy miután meghal, akkor is jöjjenek a napi üzenetek. Mintha még élne. Mindent elrendezett az utolsó részletig. Napi 3-szor étkezést a maguk fancy étterméből. Meg hát nem tagadom. Nekünk is elég szépen fizetett. Meg a kórháznak. 6 milliárdot. Mennyit? Az egész vagyonát a kórházra hagyta. Dehogy, kb. A 20-adát. Ez nagyon durva, és mi volt ez valami politikus? Maszkokat gyártott. De nem most kezdte, már vagy 20 éve. Aztán jött az első hullám, és 10-szeresére kellett növelni a kapacitást. Aztán meg 20-szorosára, aztán meg tudja Isten hányszorosára. Először csak ilyen orvosi maszkokat gyártott, aztán megjöttek az orgona illatúak, meg mintásak, meg színesek, meg tudom is én milyenek. És amilyen gyorsan nőtt a vagyona, olyan gyorsan rágta szét őt a rák. 2 hónapja halt meg.
Azóta minden nap lejátszuk Gizi néninek az éppen aktuális üzenetet. A pendrive-ok színe szerint. Bár néha összekeverjük. Volt olyan, hogy nem a következőt játszottuk le, de megoldottuk, kitaláltunk valamit, hogy internetes vírusok, meg ilyesmi. A lényeg, hogy a néni elhitte. Hát ez egy kicsit szar. Nem is kicsit. De még mindig jobb, mint hogyha megtudná, hogy túlélte az egyszem unokáját. Az egyetlen családtagját. Szóval mi itt két hónapja azt játsszuk, hogy Gizi néni még mindig covidos, a járvány még mindig tart, és egyébként minden a legnagyobb rendben, Zizi, Bambi, vattacukor, meg Darth Vader töke. Értem. Mi is tudom, mit mondjak, sok kitartást nektek, meg ilyenek, és viszlát holnapig, hogyha én jönnék, akkor ismét. Sziasztok! Szia! Üdv! Együnk. De... Együnk. Szarvas bombás rakó. Nagyon finom. Fácán neves. A kurva életbe. Apa.